különös. Nem számít, hány év telt el. Úgy emlékszem a gimis évekre, mintha tegnap lettek volna. Mindig és mindörökké. Azok voltak életem legszebb évei. Hagyjál! Alig hihető, hogy hajtanám. Csak $2 volt egy mozijegy. És apró pénzért lehetett benzint venni. De bármennyit megadtam volna azért, hogy lássam Grace-t Madonnának öltözve karkötőkkel kidekorálva. Állati jó képű srác volt. Emlékszem, hogy az első randim Farmer Jacket és az új Air Jordan edzőcipőjét viselte. Írtó szerelmes voltam, de ez akkor volt, a gimiben. Az ifjúkori lángolásnak állítólag semmi esélye felnőtt korban. Sokat merengtem az évek során, mi történhetett volna, ha... Ha nem szakítunk a főiskola előtt. Az jut eszembe, hogy... Hogy van olyan időszak, amikor a múlt és a jelen összeütközik. Anya, azt légy szíves, ne piszkáld. Mi a frászért dobott ki az évkönyve? Jaj, anya, csak elpakoltam. Tudom. És nézd, ha, van, ami kimaradt. Miért válsz meg az emlékeidtől? Azért, mert ezek egy másik élet részei. Amúgy meg nincs értelme a múlthoz kötődni, mintha te tanítottál volna erre. Azt sosem mondtam neked, hogy kidobáld a holmikat, amiktől olyan lettél, amilyen vagy. Azért lettem ilyen, mert pompom lány voltam. Te voltál a csapat kapitánya, te utasítottál, te parancsoltál és rúgtad ki, aki nem állt kötélnek. Jelenleg pedig társ vagy egy menő, rendkívül profitképes lakberendező cégben. Jó reggelt, Michael! Hello, jó reggelt! Mi történt itt? Nos, bemesélhetném, hogy egy vihar söpört végig a helyiségen, és feldúlta az egyébként igen rendezettnek tekinthető szobát, vagy... Tudod, elmondhatnám az igazat is. Bepakoltam az utolsó munkánk aktáit, mert holnap indulnunk kell. Nem kellett volna szólni. Tudtam, hogy megyünk, de lett volna még egy hónapunk. Tudod, hogy a hapsinak, aki megnyitná a szállodát, amiben nekünk is lenne némi részünk, a felesége gyereket vár. Oh. És hát ez egy kicsit fontosabb a szállodájánál. Arról sem mondana le azért, ugye, semmiképp. Ez mi? Ja, az ott egy apró poén volt a húgomtól, amit magammal akarok vinni, hogy meglepjen vele. Most fogod visszavinni neki? Ezt mondtam. Szóval a következő melunk a szülővárosodban lesz? Pontosan. Melyik a következő? Az ott. Ez Michael, Grace első gimis pasia. Biztosan ott lesz, ha találkozon. Igen, Filipot biztos találkoznál vele, ha elmennénk, amiről szó sem lehet. Az ilyet nem lehet kihagyni. Ezzel egyet kell értenem. Csak mert én nem leszek itt, te még nyugodtan elmehetsz. Mi van, ti összebeszéltetek? Nyugi! Különben is mi értelme az ilyesminek? Minek beszélnék olyanokkal, akiket kamaszkoromban ismertem? Mit mondasz annak, akivel mindig együtt akartál lenni, miközben eltelt nélküle 20 év? Michael Fosterrel van baj? Nem, mi köze lenne hozzá? Csak vele akartál együtt maradni. Mindössze példaként akartam felhozni. Ráadásul a Highford Hotel embere idejön, és le vagyok maradva a munkával. Nincs szabad estém, amit egy buta találkozóra áldozhatnék. Ejtsük az ügyet. Az nem is buta. Érettségi buli lesz? Nem tudom, senkivel se tartottam a kapcsolatot. Csak is a húgommal meg a férjével beszélek. Ne hívjak fel valakit? Nem, de ne. Tudod mit? Tudom, hogy mind jár az eszed, és nem akarom, hogy közös vacsorákat szervez. Várj csak! Michael, volt barátnőd a gimiben? Bármennyire nehezedre esik is elhinni, volt barátnőm a gimiben, de az a gimiben volt. Értem. Milyen érzés visszajönni? Jó. Jó. Igen. Csak ennyit elég tőled? Igen. Ez elképesztő. A nők nem tülekednek, érted? Valami rejlik itt a háttérben. Hé, tudod mit? Majd szólj, hogy dobjalak, ha végzünk ezzel a melóval. Oké. Okay.
Jó reggelt, főnök! Csodás napra virrattunk, nem? Fánk, milyen durva a helyzet? Hát, minden csak nézőpont kérdése. Például az összes anyag, amit a hotel bútorzatához használnánk, fent maradt egy lerobbant kocsina, semmi közepén. Jó reggelt, Rachel! Ezek lennének azok a cuccok, amit meg kéne mutatnod a hotel emberének a bejárás során. Mármint ugyanaz a cucc, ami máshol nem látható, mert felvásároltuk a raktárkészletet? Igen, így igaz. És a kedves fickó, akivel állítólag olyan jól kijössz, nos, nyúlcipőt húzott, és mást küldtek a helyére. Valakit, aki mindent átalakítana, és két héttel kevesebb időt ad rá. Szerinted még ez se durva? Na jó. Csak sorjában. Járj utána ki ez az új képviselő. Légy vele kedves. Próbáld eltolni a találkozó időpontját. Én meg ráülök a telefonra, és keresek egy szállító céget, aki képes eljutni a... Semmi közepére. Igen, oda. Ó, és rosszkor hoznám szóba az érettségi találkozót? Igen, értem, majd máskor. Na jó, tudod, mi a legfontosabb, ugye? Mm-hmm. Fixálj egy időpontot a lakberendező céggel. Ha lenne bármilyen kérdésed, volnál szíves rám csörögni? Hogyne. Foglaltál szobát? Igen, persze. Jó. Ez a tiéd? Kérem. Ha megkarcolod a kocsimat, úgy rúglak ki, hogy hazáig repülsz. Ha keresnél, a húgomnál leszek. Jó mulatást! Azon leszek. Milyen volt az utad? Tudod, a szokásos. Kevés hely, rémes koszt, rossz a film. Úgy örülök, hogy itt vagy. Én is örülök neked, én is, és neki is. Majka bácsi vagyok, és már nagyon várlak, bizony. Búj be, és csücs le. Jó van, köszi. Úgy örülök, hogy végre itthon vagy. Gyere, be csücs. Kell látnom, hogy csodás itthon lenni. Most, hogy Michael itt van, ráülhetek a kanapéra úgy, hogy nem rinyálsz a párnák miatt? Íme az idomítás csodája. Na. Látszik ám. Ti már megint rajtam élcelődtök. 5 percesen vagy itt. Ugyan már, nem is sejtett, hogy mi vár rád. Én, mi? Azt mondja, hogy 3 hétig nincsen elérhető kocsia? Az ilyen jellegű kérések miatt hívják magukat szállító cégnek, nem de? Nem. Nem. Én köszönöm. Na jó. Tudod mit? Most elmegyek a hotelbe, és megnézem, hogy mire jutok a bejárás előtt. Mi a helyzet? A helyettes már is úton van. Időpontegyeztetés miatt. Ne izgulj, nyugi, nem lesz semmi gond. Tényleg? Tudj. Igen. Na jó, kösz. Szia. Szia. Grace, pillanat! Grace! Nagyon köszönöm. Ne haragudjam. Nem, semmi baj, az én hibám. Nem vettem észre. Az én hibám, csak loholtam a főnök után. Igen, el tudom képzelni. Egy pillanat. Véletlenül nem Lindsay? Grace Holland asszisztense? De. James vagyok. A Highford Hotel James-el. Beszéltünk. Persze, én meg Lindsay. Amit már nyilván sejtett, és már tudom, hogy tudja. Tessék. Köszönöm. Maga tudja, hogy kell jó benyomást kelteni. Általában. Meghívom egy kávéra cserébe a nagy felfordulásért. Ne törődjön vele. Tudja mit? Mégis. Mégis meghívhat egyre. Hogy jóvá tegye a felfordulást. Csak ön után. Na? Mit szólsz a városhoz? Olyan, mint amire emlékeztél? Nagyjából olyan. Igen, tudod, és szerencsére lassan majd összeáll a kép. Nem tudom mikor, de egyszer csak beugrik. Szerintem munkál benned az irigység, mert anyuék nekem adták a házat, amikor Floridába mentek. Dehogyis, Jan. Rossz lehet rájönni, hogy engem jobban szeretnek. Figyelj, a régi szobád nem változott, még mindig ott a Madonna kép a falon. Na, oda voltál Madonnája. A magnód meg a kazetták lent vannak a pincében. Én sose bírtam Madonna. Dehogy nem, oda ez voltál nem igaz. Érte. Jó, nem annyira, mint Grace Anderson érte. Jaj, nem már. Biztos elmegy a találkozóra. Tök jó, hogy beszélhetsz vele, nem? De, az pompás, de úgysem megyek el.
Jaj, ugyan már, nyakig ülök a melóban. Ha-ho, jó hírek! Most beszéltem a szállító céggel, közölték, hogy az anyag holnapra ott lesz a hotelben, mire eljön a bejárás ideje. Köszönöm Istenem, végre fény van az alagút végén. A szerződéseket át kell nézned, mielőtt elmész. És jelenésed van a manikűrösnél. Manikűrös, mielőtt elmennél a sulibulira. Biztos, hogy az ma este lesz. Igen, és megígértem anyádnak, hogy nem úszhatod meg. Na, persze. És ne izgulj, a képviselő miatt azt lerendeztem. Szóval én összefutottam a helyettesével, és mára meghívott vacsorázni. El is fogadom. Mármint, hogy biztosítom róla, hogy minden terv szerint halad. Asszisztensek egymás közt. Jó, és ez az új helyettes. Netán pont az eseted? Illene rá pár elképzelés? Elvileg. Értem. És te pedig a hétvégén találkozol a főnökével. Ez maga a tökélinzi, köszönöm, és most menj. Vacsorázz az ellenséggel. Vicc volt. Oké. Kellemes suli bulit. Hogy ne, buli. Nem kimondottan ezzel a szóval jellemezném. Hazaértem. Látom. Tere? Öltönyt irányoztam elő. Hogy érted azt, hogy öltönyt irányoztál elő? Michael, az ember nem hagyja ki az érettségi találkozóját. Amúgy is. Mégis mi bajod lehet, ha egy kicsit jól érzed magad? Jól van. Tudod mit? Igaz. Ez teljes mértékben igaz. Csak van egy kis apró bökkenő az, hogy nem vettem jegyet. Talán majd legközelebb találkozom olyanokkal, akiket évek óta nem láttam. És... Ó, ne emészd magad, bratyó. Én vettem. Szia, Philip. Szia. Szóval, mi újság? Semmi. Az jó? Anyu a kertben van. Szia, szépségem. Ó, örök hálám a bókért. Virágok. Hát ez a legkevesebb, ha már nem tudok elmenni veled a ma esti bulira. Hidd el, szívesebben elutaznék, mint hogy oda kelljen mennem arra a találkozóra. Csak be akartam ugrani, hogy elköszönjek tőled. Rohannom kell a reptére, de te érezd jól magad. Ne tennéd, hogy felhívsz, amint landoltatok? Hogyne. Jól van. Michael, még 30 perc, aztán mehetsz haza videózni. Pazar? Még 30 perc, aztán haza, pizsama és popcorn. Annyira örülök, hogy pont beléd botlottam. Totál fel vagyok dobva tőle. Amúgy megállati jól nézel ki. Te is. A jövő héten dumálhatnánk. Hé, tudod mit? Komolyan, összehúzhatnánk egy meccset, öreg. Nem. De hogy is már évek óta nem játszottam. Na jó, esetleg. Oda néz. Jön a bond a másik fele. Nézd, Grace Suzy Hurley-vel karattyol. Másodikban mindig róla másoltam le a leckét.
Most is döges, mi? Suzy Hearn! Hali! Jaj, de örülök! Jaj, mi van minden veled? Oké. Szóval, le tudom másolni a leckét? Az attól függ, mi a feladat. Hát csak ne matek legyen. Szia! Szia! Hogy vagy? Odas is. Ennyi év után még mindig szinkronban. Milyen pazarpár voltatok, a bál királya és királynője, emlékszel? Ó, de mennyire? Grace Anderson és Michael Foster. Michael és Grace. Gracie és Mikey, hogy kik ők találtak? Világos, John C., világos, vettük. Isteniek voltatok. Hazám. Mit szólnál, ha te meg én újra egyesülnénk a táncparketten? Azt hittem, már sose kérsz rá. De, ciao. Szóval, hoztál valakit a találkozóra? Nem, nem, én ma egyedül jöttem. És te? Bevalljam, volt egy tervem. Beugrok, köszönök, és fél óra múlva elhúzok. Nem iszonyú? Nem, én is pontosan ezt terveztem. Na de nem ülünk le csöndes helyre beszélgetni? Na és mi változott meg az eltelt 20 évben? Nos, van egy fiam, a neve Scott, és tudom, hogy minden anya ugyanazt mondja, de az én fiam tökéletes. Minden bizony. Hibátlan, és kosarasként is kiváló, nem győznél a nyomában loholni. Ó, meglepne, még mindig fürge vagyok. Félj? Igen, úgy értem, tudod, múlt időben volt férjem, de még Scott kiskorában elhagyott. És veled mi van, asszony? Gyerek? Ó, nem. Gyerek nincs, feleség is csak rövid ideig. Értem. Nem lett jó vége. A munkám sok utazással jár, ami megnehezíti a... Szóval... azt hiszem, te más csinálsz, nem görkorizol, meg szurkolsz, mint hajdanak. Nem, nos, bármilyen élenjáró voltam ebben a két dologban, de teljesen más irányú lett a karrierem, ami azt illeti, van egy saját lakberendező cégem. Tényleg? Jaj, nagy kár, mert a cég, aminek dolgozom, szóval helyi cégeket szokott megbízni, téged bíztalak volna meg. Ó, mit csinálsz? A Highford Hotelnél vagyok. Jaj, ne. A Holland Young lakberendezés nem ismerős neked? Az... De, nem. Szia. Tiéd a cég, ami az én szállodámban dolgozik. Igen. Az asszisztensem Miss Hollander beszélt. A férjem után, a válás után nem vettem vissza a lány nevemet. Holnap találkozónk lesz. Igen, tudom, ezért vaciláltam, hogy jöjjek-e. Ez nem lehet igaz. Nem lehet igaz. 20 éve azért szakítottunk, hogy álmokat kergetve járhassuk a saját utunkat. És 20 évvel később álmokat kergetve járjuk a saját utunkat, és épp ez hoz össze újból. Mármit nem összehoz, nem úgy értem. Nem, én... Igen, értem. Na hát, én... Örülök neki, hogy a munka hazahozott. Én is. És esküszöm, hogy soha nem mentem el abba az étterembe. Én sem megyek soha, majd belehaltam. Ó, várj egy pillanat, bocsánat. Ó, aha. Szia! Szia, Filip! Nem, éppen most indulok. Ó, remek, örülök, hogy odaértél. Igen. Igen, végül is jól éreztem magam. Aha. Oké, akkor holnap beszélünk. Szia! Ez Filip volt, a barátom. Éppen el kellett utaznia. Szia! 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 Ó, holnap találkozunk. Igen, akkor holnap.
Szia! Na, milyen volt? Hát... elég jó. Elég jó volt. Beszéltem Jonesival, kérte, hogy üdvözöljelek. Voltak ott egy páran a csapatból. Szóval jó volt. Milyen volt? Eléggé kellemes. És jó. És nos, az est java részében egy régi baráttal beszéltem, és olyan klassz volt beszélgetni vele. Olyan volt, mintha... Jó. Jó? Igen, úgy van, jó volt, igen. Ez a régi barát egy régi udvarló volt? Nos, úgy is mondhatjuk. És még találkozol vele? Valójában holnap találkozunk. Mi? Elmész vele randizni? Dehogy! Már van egy barátom, emlékszel, Philipnek hívják. Ez nem randi lesz. Találkozol vele? Hát persze, már holnap. Jaj, ne törjön ki a frász. Csak a munka miatt. Ő a Holland Youngból, akik az új hotellak berendezését csinálják. És akkor mi van? Együtt dolgozol vele? Attól még randizhattok? Mm-mm. Jár valakivel. Jó, akkor holnap megmutatom neki a mintákat és a festékeket. Ne feledd, mit mondtál nekem néhány éve. Az első randi nem utas meg mindent. De ez nem randi. Mire készülsz? Hol? Túl régen ismerlek ahhoz, hogy át tudj verni. Miben sántikálsz? Semmit se kell megjavítani. Ah! Hogy vegyük rá, hogy igent mondjon? Remélem a tiéd, mert ellenkező esetben Grace lenne. És megígérted, hogy nem kezdesz kavarni. Tudom, mit ígértem. De egy anyának néha lopni-csalni kell, ha a világ legjobb anyja akar lenni. Philip és Grace már hosszú ideje járnak együtt. És szerintem ideje rendezni ezt a dolgot. Mármint, hogy az oltár elé citálni őket. Jó reggelt! A sógoromnak és az én kedvenc húgocskámnak. Tekintve, hogy nincs több húgod, és sógorból is csak ez az egy van, mit törtél el? Nyugodtan, haver, ne kapkodd el a választ. A terhes nők néha különösek, és olyankor ijesztőek. Értem. Ígérem, nem ijesztek rátok. De mikor Michael legutóbb kedvesen becézett, láttam, hogy nekihajtott apa kocsijával a garázs ajtónak. Jó, klassz lehetett. Tényleg, apa azért vett új kocsit. Na jól van, oké. Ha nem törtél el semmit, akkor feltehetően az dob fel, hogy a hétvégén is dolgozhatsz. Rich, ez a reggeli őrítő minden hétvégén így tündérkedik? Nincs valami köze a partihoz. Tényleg, milyen volt? Jól éreztem magam. Az est java részét Grace Andersonnal töltöttem. Grace Holland, ugye? Aki az ex-csajod volt? Igen. És véletlenül ő csinálja a hotel berendezését. Komolyan ő csinálja? Csak már van valakie. Kit izgat, ha van valakie? A szerelem minden akadályt legyőz. Teljesen egyetértek. Tisztában vagytok vele, hogy én is itt vagyok? És hiába jelent nagy örömöt hallgatni, hogy ti úgy társalogtok rólam, mintha jelen sem lennék, nem árt készülődnöm, hisz Grace-szel találkozom. Kétségtelen. Sziasztok. Hajrá. Bukik rá. Tényleg? Honnan tudod? Úgy néz ki, mint én, miután megismerkedtem veled. Szédült, zavart, és mégis jókedvű. Te annyira édi vagy. William Anderson, ebből elég. Ó, apa, a teljes neveden szól, én mit tettél? Szia, apu. Szia. Na, ki vele? Jól érezted magad a találkozón? Ó, remekül sikerült. Az est java részében Michael Fosterrel beszélgettem. Emlékszel rá? Nagyon-nagyon jó volt megint találkozni vele. És ez kész őrület, másnak el se hinném. Ő a Highford Hotel új képviselője. Oh. Együtt fogok vele dolgozni. Hát ez érdekes. Bizony. Kár, hogy Philip nem tudott elmenni veled. Na, valójában örülök, hogy Philip elutazott. Csak feszengett volna. Nem ismer senkit. Téged ismer. Most már eléggé hosszú ideje.
Jaj, igazán rendes ember, Grace, és olyan alkalmazkodó. És hidd el, ilyet írtó nehéz találni. Ez nem igaz. Nem, tényleg nem. Anya, mit olvasol? Semmit. Hadd nézzem. Hogy vegyük rá, hogy igent mondjon? Jaj, anya, mondd, hogy ennek semmi köze hozzám és Philiphez. Egyszerűen kíváncsi voltam, hogy mennek a dolgok manapság. Tudod, a kapcsolatokban. Anya, én nagyon szeretlek, de Philip és én elégedettek vagyunk a kapcsolatunkkal. Érted? Na jó, akkor most összekapom magam. Találkozom van a hotelban. Á, majd megjelölöm neked az érdekes fejezeteket. Anya! Szóval azt akartam, hogy olyan mai legyen, tudod, élénk színek, vegyítve a fával. Kicsit úgy, mint a svájci... Nem tetszik. Nem, tényleg. Oda vagyok érte. Minden nagyszerű. A minták, a választott színek, minden kiváló és fantasztikus. Kösz a határozott véleményért. Végül is te voltál az osztálytitkár, ez biztos számít valamit. Két szabad nap végzős korunkban alig mérhető ehhez. Mégis biztos voltam benne, hogy káprázatos leszel. Én tényleg annyira örülök, hogy elégedett vagy vele. Elégedett? Több, mint elégedett. A terveid lenyűgözőek, mindegyik gyönyörű, Grace. Én csak azt akartam mondani... Bocsi. Te mondd. Jól van, oké. Csak azt akartam, hogy tudom, hogy voltak késések, de időben be tudjuk fejezni. Egy hónapon belül meg lehet nyitni a tervek szerint. Hát, az nagy kár. Tényleg? Igen. Titokban azt reméltem, hogy találok rá nyomós okot, miért töltsek el itt több időt, mint amennyit terveztem. Én nem tudom, mit mondjak. Értem. Bocsánat, nem akartam, hogy ez jöjjön ki belőle, és remélem, hogy nem sértettelek meg. Én csak egy vacsorára gondoltam. Éppen benne vagyok egy kapcsolatban, és tudod, én csak le akartam szögezni, hogy hol vannak a határok. Igen, hát persze, el is hozhatod a barátodat. Csak így közelebb kerülhetnénk egymáshoz, mint barátok. Már azt hittem, randira hívsz. Bocsánat, oké. Tudod mit? Örömmel megyek veled vacsorázni, mi több. Philipet is viszem, hogy megismerjen. Nos, boldogan állok elébe, és szeretném megismerni Philipet is. Remek. Pompás. Akkor én még egyszer körülnézek, és aztán megyek. Remek dobás! Egy anyának ezt kell mondania. Hogy ment a randi? A találkozó. Jól sikerült. Köszönöm szépen. Michaelnek bejöttek az ötleteim. Szóval ő bukott a mintákra? Igen, bukott a mintákra. És remélhetőleg a végeredménnyel is elégedett lesz. Vajon mi lesz majd a kései munkavacsorákon? Meg lehet, hogy Philipnek is lesz egy-két szava. Na jó, mára elég belőled. Szóval Philip átugrik ma este, és mozizhatnánk együtt. Ez biztosan ő lesz, engedd be, kérlek. Kedvesen? Tudod, azt hiszem, kihagyom a közös mozizást. Kösz az ajánlatot, de rengeteg tanulnivalóm van. Szia, szívem! Szia! Hogy vagy? Jó, te biztosan kimerültél. Nem volt olyan szörnyű. Tudod, a repülés tovább tartott, mint a megbeszélés. Igen? Az jó. Eljöhetnél velem a templomba. Azt azért nem hinném. Tudod, hogy mit mondanak? Az átállás nem megy egy nap alatt. Ha-ha-ha, micsoda kifogás. Egyébként Michael, a barátom, akivel összefutottam a bulin, azt mondta, talán ott lesz holnap, és szívesen találkoznék vele. Ha akarod, hogy menjek, megyek. Mondtam mostanában, hogy imádlak.
De addig is. A Dandino számla kész káosz. Ezért holnap ide jönnek az ügyfelek, és valószínűleg egész hétre lekötnek. Most is imádsz? Ha holnap eljössz velem, igen. Rendben. Figyeljenek ide! Az Úr nem felejti el a szívük mélyén eltemetett álmaikat. Csak hinni kell bennük. Nézzék meg, mit tartogat önöknek az Úr. Mert aki hisz, ráeszmél, hogy az embernek semmi sem lehetetlen, illetve bármi lehetséges. Amen. A jövő héten találkozunk, igaz? Persze. Igen, jól van. Hé, Michael, Michael! Filip, én szeretném bemutatni Michael-t, a gimis barátomat. Hello. Nagyon örvendek. Nagyon örvendek. Hallom, mit tettél Grace-szel. Igazán? A találkozón. Mert folyton arról beszél, milyen jól mulattatok. Az valóban remek volt. Nagyon jó volt vele lenni. És a többiekkel is. Hát sajnálom, hogy nekem nem volt részem benne, de köszi, hogy szórakoztattam. Nincs. Filipnek el kellett repülnie. Saját könyvelő cége van, szóval az ügyfelek éjjel-nappal hívogatják, de végül is mind elégedetten távozik. Grace, Michael-t nyilván nem érdeklik a gazdag és nem törődöm emberek adógondjai. Nézze, Michael, örvendek a szerencsének, de megígértem az anyámnak, hogy segítek megszervezni a vásárt, szóval... Jól van. Persze, majd megyek én is. Jól van. Hát... Nagyon rendesnek tűnik. Az is. Az is. A szüleim biztosan üdvözölnének. Én nem emlékszem, hogy anyukád örült volna bárminek is, amit tettem. Mi van? Kedvel téged? Komolyan! Tudod, mit nem bírt, hogy úgy oda voltunk egymásért, csak azt nem. Tényleg? Persze! Úgy oda voltunk egymásért? Hát az, hogy részletesen megterveztem az esküvőmet ebben a templomban, az elég aggasztó lehetett az anyámnak. Írtó fura, miket képzel el az ember kamaszkorában. Mint, hogy minden pad végén legyen egy tökéletesen megkötött fehér szalag. Alacsonyan belógatva, majdnem a földet súrolva. Na és, lett volna padlóra szórt rózsaszírom, abban gázoltam volna, és Millicent atya csodaszép szertartása. Utána pedig a gyepen lett volna a lagzi. Hűha! Tudom, butaság. Nem, csöppet sem, nagyon csábító. Nem tudom. Nos, minden fiatal lány álomba illő esküvőt képzel. Meg volt az álomszép esküvőd? Nekem? Nem. Csöppet sem. Elmentünk a jegyzőhöz és a békebíróhoz. Ó. Nem kimondottan álomba illő. De így leckott. És miattam megérte az egész. Szóval, szoktál enni? Igen, naponta kb. 3-szor. Ó, ez remek, mert nagyon szeretnék veled vacsorázni. Ja, és Filippel, ha ráér. Nos, Filipnek jött egy fontos ügyfele, szóval egész héten elfoglalt lesz, de én megyek. Ez nagy baj Filipnek, és jó nekem. Hát remek lesz. Beszélgetünk. Alig várom. Beszéltem Lindsay-vel, és minden a legnagyobb rendben van, a tervek szerint. És kisebb a költség? Persze. Persze. Egy raj vadméh szállt át a hallon, és rendezkedett be az irodádban. És kértek egy kungfu csirkét. Barna rizssel. Remek munka, James. Jól vagy? Minden étterem egyforma, valami különleges helyre szeretném elvinni Grace-t. Szóval elviszed egy puccos étterembe. Igen. Ha csak Rómeónak nincs valami más javaslata. Hát nem is tudom. Szerintem ez pompás ötlet. Csak azt gondoltam, ha először mész randizni vele, valami mást szeretnél, valami váratlant. Na jó, először is ez nem randi. Meghívtam a pasiát is, de nem ért rá. Szóval nem randi. Nem randi.
Nem, nem, csak két ember elmegy vacsorázni a pasas nélkül. Szó sincs Randiról. Ha csak ketten lesztek, vidd vissza a múltba. Mi? Én már túl vagyok a találkozón. Arra gondolok, hogy csinálj valami váratlant. Érted? Eredetit. Na hát, ma különösen csinos a hölgy. Köszönöm, úgy döntöttem, ma nem megyek el ebédelni, hogy készülhessek a randimra, ha nem gond. Már hogy lenne az, szóval megint az asszisztenssel randevúzol? Igen. Tudod, csak a csapat miatt, hogy ismerd az ellenséged. Meg a fizetésemet is fölemelhetnéd, hiszen túlórázom. Jó kísérlet. Csak kár, hogy elmennek, ha kész a hotel, igaz? Igen, el. Tudod, ez azért fura. Nem igaz? Mármint, hogy ennyi év után megint a gimis pasiddal dolgozol. Azt mondják, mindennek van oka. Nos, ők, akik ezt mondják, olyan korúak, mint te. Az én koromban azok egyszerű. Egy igazán jó céget kerestek a munkára. A tény, hogy Michael meg én mi régen együtt jártunk, az csak merő véletlen. Talán. Vagy talán nem. Kell még valami, mielőtt lelépek? Minden megvan. Érezd jól magad. Jól van, csak ne engedj el. Ne izgulj, foglak. Legalább egy kis támpontot adj. Nem, nem, ne faggass. Mindjárt ott leszünk. Próbálom kitalálni, hol járhatunk, de nem megy. Nem is tudnád, hidd el. Ugyan. Már nincs messze, csak bíz bennem. Bíz bennem. Csak már ne csak engedj el, egy-két okay. lépés. És most lassítunk, megállunk. Igen. Állj! Fordulunk. Rendben. Oké. Okay. Most jó irányban vagyok. Igen, jó lesz. Jól van. Tehát, kész vagy? Jaj, izgulok. Kész vagy? Mire? Itt volt a legelső randink. Mike, oda nézd, mit csináltál. Ó, ez nagyszerű. Az ész megáll. Ó, Mike, mi ez? Magyaróva és zselé? Burgonyaszírom, csokoládé és süti, ezt hogy csináltad? Te mindenre emlékszel? Tudod, hogy semmit sem felejtek el. Ez fantasztikus. Majdnem pontosan olyan, de gondoltam, eltelt egy kis idő. Úgy véltem, hogy egy kis borral jobb lenne. Így igaz. Mire is kocincsunk? Nos. Az érettségi bulikra, a régi időkre. És az újakra. Nem különös, hogy a mi asszisztenseink, ahogy is mondják ezt ma, kavarnak. Igen, így, hiszen fiatalok. A fiatalkori szerelem emlékei, az izzadt tenyerek, és hogy egy szót sem tudtunk kinyögni. Nem, csak én, te mindig tele voltál önbizalommal, nekem volt görcs a gyomromban. Görcs? Görcs, annyira oda voltam, érted? El se lehet mondani. Ez fura, görcs. Azt akartam mondani, hogy hová jutottunk, de még most is izzad a tenyerem. Ön Grace Hollandet hívta. Hagyjon üzenetet, és amint lehet visszahívom. Itt az anyád, megint. Úgy volt, hogy felhívsz, ha hazaérsz. De már késő van, nagyjából... 12:30. Hív fel reggel. Mi ütött beléd, hogy így mögém lopózol? Mi ütött beléd, hogy így ellenőrzöd a 37 éves lányodat? Ha nem vetted volna észre, már kijárta az iskoláit. Már 20 éve nincs jogod minden lépését figyelni. Csak ki akartam deríteni, mikor ér rá Filip, hogy esetleg összehozhassak egy családi vacsorát. A családi vacsorának lenne valami köze a Hogy vegyük rá, hogy igent mondjon című könyvhöz? Mary Anderson, én felhívom a figyelmedet, hogy bajkeverő vagy. Michael Fosterrel van, és későre jár. És ennyi. Egy napon bejött, és azt mondta, vége. Nem vagyok se férj, se apa. És aztán elment. Jesszusom, ennek már több, mint 15 éve. Nem gondoltam, hogy még összejövök valakivel. Tudod, végleg lemondtam a pasikról. És aztán... Néhány éve a cég megbízta Filipet, hogy könyveljen nekünk. Kényelmes volt, és könnyű. A kezdetektől. És még mindig az. Szóval ez az én sztorim.
És a tiéd? Hát, nagyjából ugyanez. Kb. Egy évig voltam nős, de nem lett jó vége. Nem igen volt kedvem újra megpróbálni. Na meg sokat is utazom a munka miatt, így aztán nem könnyű komoly kapcsolatokra gondolni. De téged látva, hát eltöprengtem. Úgy értem, látva téged és Filipet együtt. Hogyne, persze. Szóval tervezed már az esküvőt? Hello! Nem jövök rosszkor, vagy netán? Nem, nem jössz rosszkor, gyere ülj le. Hadd mutassam be Michaelt, Michael, ő pedig a fiam Scott. Hello, végre találkoztunk, sokat hallok magáról. Igen, remélem, csak jót. Igen, anyu azt mondja, hogy elég jó kosaras. Elég jó? Ó, az régen volt, és ezek az emlékeim. A te memóriád szelektív, és nem nekem kedvez. Egyszer átjöhetne, és nyomhatnánk egy meccset. Igen, igen, az jó lenne. Tudok még pár trükköt, amikkel annak idején megnyertük a meccseket. Átugrok pár nap múlva, és játszhatunk egyet. Franco, 5-kor van vége az edzésnek, utána jó bármikor. Na, hát akkor ezt meg is beszéltük. Ó, bocsánat, neked jó? Igen, nincs ellene kifogásom. Klassz. Hát akkor örültem. Én is. Ó, mibe kevertem magam. Mennyire játszik jól ez a fiú? Vannak dolgok, amiket nem kötök az orrodra. Ó, egek. Komolyan, Lindsay, ezzel sosem nyűgöznéd le Grace-t. Szerintem nagyszerű. Oké, vagy teljesen járatlan vagy a témában, vagy nem láttad, mi a titkos favoritom. Vagy annyira kedvelem a tervező asszisztensét, hogy bármilyen ötletet vetne fel, én vevő lennék rá. Azt hiszem, ez tetszik a legjobban. Örülök neki, mert igaz is. Mi az? Ó, jaj. Nem, ez röhely. Úgy volt, hogy nem mi csináljuk ezt a szállodát, nem a mi melónk lesz, de most ezt el se tudom képzelni. Nekem is eszembe jutott. A sors ugye kifürkészhetetlen. Úgy értem, tudod, a sors néha kedvez Michaelnek és Grace-nek. Igen. Már régóta dolgozom neki, még sose volt ilyen. Grace is egészen más ember lett, mióta Michael megjött. Michaelből kitört a gyerek. Állati izgatott, mikor tudja, hogy Grace eljön a hotelbe. Grace is. Mintha állandóan mosolyogna. Jó valakit ilyen boldognak látni. Igen. Az jó. Egész jól mutat Scott bringáján. Köszi. Kicsit-kicsi, azért használható. Igen, alacsonyabb, mint te. Tök jó megint ebben a parkban. Mindig oda voltam érte. Igen, tudom, én is. Ideges vagy? Nem, miért? Ugyan már egy kicsit ideges vagy. Nem vagyok az, miért? Hát csak annak látszol és kész. Idegesnek látszom. Na jó, rázogatod a hajad. Ezt 20 éve akkor csináltad, ha ideges voltál. Egy csöppet sem vagyok ideges. Hát jó. De azért furcsa, nem? Ennyi év után veled lenni. Remélem, azért nem rossz. Nem. Tudod, milyen érzés? Hm? Pont olyan, mint az utolsó este, mielőtt elmentél volna. Ó, az az este. Nem akartam, hogy véget érjen. Hm. Itt ültünk feszült csöndben, amíg aztán... Aztán szakítottál velem. Hogy ne fogjalak vissza. Összetörted a szívemet. Az enyém is összetört. Hm. Én csak nem akartam megakadályozni, hogy elérd a céljaidat. Te voltál életem szerelme. Te voltál életem szerelme. Jaj, Mike. Bocsánat, igen. Remélem nem érezted. Nem, úgy, hogy... nem, kicsit se. Csak az időzítés jelenti a gondot. Az nagyon nagy kár. Igen.
De mégse. Majdnem elcsattant a csók. De itt van neki ez a Filip, akivel jól megvan, és együtt dolgozunk ezen a munkán, és na jó, tudod mit? Ő majd tovább lép, és elfelejti ezt a nem létező bármit, ami volt. Nem így van? Bizonyára. Igen, mindegy is. Mondd, hogy nem tetted meg. Persze, hogy nem, anya, nem volt semmi. Azt mondtam, majd nem, azaz lehetett volna, de mégse lett. Amúgy is túl sok időt töltesz vele, ez nem helyes. Úgy értem, ha nem áradoznál itt Michaelről, arról a filmről beszélhetnénk, amit Filippel láttál a múltkor. Muszáj sok időt töltenem Michaellel, mert tudod, hogy én alakítom át a hoteljét. Te is tudod, hogy nem a munkáról beszélek. Én a rendezvúkról beszélek. Ó, ami Michael és köztem van, az nem rendes randi. A legkevésbé sem. Tudod mit, ez nem randi. Hé, hey, Nagyi! Jó reggelt! Szia, szívem! Szia, anyu! Szia! Mi lesz a vacsi? Miért? Hirtelen érdekelni kezdett a gasztronómia? Nem. Inkább a kosarazás izgat Michael-lel. Nos, illetve, hogy legyőzzem. Csak érdekelt a vacsora. Ó, mára beszéltük meg, igaz? Jó. Hát én még nem gondolkodtam rajta. Akkor lehetne egy kérésem? Csak ha velem akarsz főzni. Nos, ez esetben bármit csinálsz, tökéletes lesz. Szia, Nagyi. Szia, szívem. Anya, állj le! Ez csak egy vacsora. És csak Scott miatt, nekem semmi közöm hozzá. Aha. Nos, anyádként, arra kérlek, jól fontold meg, amit mondtam. Rendben? Persze. Minden jól néz ki, köszönöm, csak így tovább. Ó, szia! Ah. Épp most hívtalak. Igen, miért, valami baj van? Le akarod mondani a ma esti meccset? Ha? Hát igen, ami azt illeti, az nagyon jó lenne, ah. De nem ezért kerestél. Örülök, mert Scott írtó izgatott. Ó, akkor már ketten vagyunk. Gyere onnan. Hoppá. Szóval azért kerestél, mert minden rendben van? Igen, valójában minden nagyon klassz, minden remekül összeáll. Arról akartam beszélni veled, hogyha zavarba hoztalak, vagy ha átléptem egy határt. Michael, nem, minden rendben van. Két régi barát megint közel került egymáshoz, és nem történt semmi. Persze, igazad van, ez csak két régi barát. Akkor este várunk. Na igen. Feszült vagy? Órémesen, szinte remeg a lábam. Látszik. Jaj, végem van. Hello! Nem rossz. Kösz. Hallom, majdnem lemondta. Fontolgattam. És? Most is fontolgatom. Tudja, hogyha túl sok lenne, leállhatunk. Tudod, ez fura. Én is pont ugyanezt akartam mondani neked. Ó, szövegben legyőzhetetlen. És így akar játszani? Értékelem, hogy aggódsz értem, de egy igazi kosaras bármiben tud játszani. Oké, akkor egy barátságos. Én benne vagyok. Oké. Aki előbb dob 21-et, ha csak nem érzi úgy, hogy már 10-nél kiszállna. A gőgös ifjúság. Nulla. Mákod volt? Persze. Úgy látom, egész jól elvagytok. Hát, tudod, végül is nem vesztettem, igaz? És ez a lényeg. Már majdnem kész a vacsora. Jaj, ne, komolyan! Jaj, épp újat akartunk kezdeni. Ezt megúszta. A vacsora utánig. Szóval, ki nyert? Hát, őszintén szólva, Michael is dobott néhányat. Vagy még inkább egyet. Na jó, tudod mit? Ha itt lenne a kosaras mezem és a megfelelő cipőm hozzá, egész biztosan másképp folyna a társalgás. Mi történt azzal, hogy egy igazi kosaras bármiben tud játszani? Nem lehetne szobafogságra ítélni a csávó? Teljesen kizárt. De visszavághat. Bármikor. Hajrá!
Áruld el, vagyok olyan menő, mint a gimiben. Tényleg az igazat akarod hallani? Nem, semmiképpen. Na gyere, öreg fiú, adok enni. Egy hétbe telt a városnak, hogy levakarják a víztoronyról. Két hétbe. Igazán? Fogadok, hogy te nem is tudtál anyád lázadó hajlamáról. Az ember bármire képes a szerelemért. Jaj, ne segítsek. Ne, köszönöm, megoldom. Az jó, mert lehet, hogy egyáltalán nem is tudnék felállni. Nos, fiatal úr, halljuk, mi a célod az életben? Halvány gőzöm sincs róla, most próbálok rájönni. Ennyi idős koromban én is pontosan így voltam. Na és mi lesz, ha elkészül a szálloda? Mihez kezd majd? Általában oda küldenek, ahol a következő hotel szorul átalakításra. Hő, és most hova? Nem tudom. Szóba került már néhány hely, de semmi sem biztos. Nehéz berendezkedni valahol, aztán meg továbbállni. Eddig nem volt az. De be kell vallanom, hogy jó volt itthon lenni. Kösz, hogy ilyen sokat voltászkodtam. Úgy látom, szeret veled lenni. Ennek örülök. Lehet, hogy holnap nem tudok lábra állni, de talán megérte. És én is örültem neked. Elvetném a súlykot vele, ha azt mondanám, hogy minden perc csodás, amit veled tölthetek? Nem, én is így érzem. Tudod, az a fura, hogy valami ennyi év után sem változik soha. Például a mosolyod hatása. Nem hinném, hogy valaha is jobban szerettem volna, hogy mások legyenek a körülmények, mint most. Igen, tudom. De így alakult. Úgy értem, a Filippel való kapcsolatom talán nem lányregénybe illő, de tudom, hogy nem megy sehová. Ő olyan megbízható. Értem. A rémes időzítés. Ez a gyönge pontod. A jelek szerint... Michael... Amíg itt vagy, talán már nem kéne ennyit találkoznunk. Igened. Ég veled, Michael. Jaj, látnod kellett volna Michaelt. Eszelős volt, ahogy próbálta a lépést tartani. Az eszelős. Dicsérő jelző? Igen. Tényleg, jó volt vele lúgni, tudod? Amúgy, mi van veletek? Nincs velünk semmi, csak barátkoztunk a suliban. Kész ennyi. Ha te mondod. Csak nagyon jó fej is. Nézd, még sose láttalak ilyen boldognak. Sose nézel úgy Filippre, ahogy Michaelre. Ó, tudod, fiam, az emberek néha másképp szeretik egymást. Az én kapcsolatom Filippel inkább megértésen alapul, barátságon és tiszteleten. Filipp egy rendkívül kedves, okos ember, és mi igazán kedveljük egymást. Ahogy idősebb leszel, Scott, rájössz, hogy ezeknél nincs is fontosabb. Azt mondta, tudni fogom, ha szerelmes leszek, mert a mosoly kiül az arcomra. És te a buli óta állandóan mosolyogsz. Csak megjegyzésnek szántam. Mikor az előbb Filippről beszéltél, a szerelmet nem említetted. Ez érdekes.
Jó ét! Olyan tapéta nincs, amin az áll, hogy a jövő profi kosarasa? Úgy teszek, mint a meg se hallanám. Vagy a jövő Nobel-díjasa? A helyedben a profi kosarasra szavaznék. Ha nem tud semmi komolyat mondani, hagynád, hogy gép nyugodtan gondolkodjon. Jól van, akkor mondok valami komolyat. Teljesen belezúgtam Grace-be. Tényleg? Pontosabban mindig is őt szerettem. Én azt választanám. Várj egy kicsit, várj! Mi volt erre Grace válasza? Semmi. Nem mondtam neki. Mi a terved? Semmi. Semmi. Nincs semmi, amit tehetnék. Van valaki-e, akivel boldogan él, Rachel, jó, de... és én nem akarom tönkretenni az életét. Közösen úgy döntöttünk, hogy nem találkozunk, ha a munka nem teszik kötelezővé. Ez írtó kellemetlen mindkettőnknek. Michael, ha igazán szerelmes vagy, mondd meg neki. Ja. Mi van, ha ő is így érez irántad? Ugyan már. Tartozol magadnak, és neki is az őszinteséggel. Nincs igazam? Minden szava szentírás. Nem. Nem, nem. Nézzétek, értékelem, hogy aggódtok, de megoldom. Oké? Nem lesz semmi baj. Én elmegyek, és Grace azt is elfelejti, hogy itt jártam meg, hogy régen volt közöttünk valami. Ennek így kell lennie. Együtt jár valaki mással. Jól megvannak. Sinem van az élete. Hát, van ez így, nem igaz? Abszolút egyetértek. Igen, már rég át kellett volna alakítani azt a hotelt. Nem, remek volt. A tervező az itt van, helyi lakos. Hát tökéletesen. Jó, hogy nem. Nagyon köszönöm. Viszont. A központ? Igen. Úgy tűnik megvan a következő célpontunk. Már ki is jelölték a helyszínt. Ah, merre? Őszintén reméltem, hogy nem kell olyan messzire utazni. De ez 3000 mérföldnyire van. Remélem, nem leszek túl indiszkrét, de észrevettem, hogy te meg Grace közel kerültetek. Hm. És itt a családod. Csak nem értem, hogy tudsz hátat fordítani annak, ami az otthonod. Én sem tudom, James. Én nem tudom. Mennyi időnk van? Úgy egy hét lehet. Akkor telefonálgatok, beindítom a dolgokat. Hm? Ja, igen. Kösz. Michael, kérdeznék valamit. Csak nyugodtan. Mi van, ha mégsem mennék? Én nem akarok kiszúrni veled. Tudod, hogy szeretek veled dolgozni. Csak arra gondoltam, hogy felmérném a helyi lehetőségeket. Mondjuk ebben a hotelben. Egészen pontosan. Én... szívesen maradnék. De persze ennek semmi köze sincs Lindsayhez, ugye? Hogy ne lenne? Örülök neki. Felhívom a központot, és meglátom, mit tehetek. Komolyan? Komolyan. Köszönöm, bármi is lesz a vége. Én hálás leszek érte. Köszönöm! Szabad! Szia! Csak szólok, hogy már itt is vagyok. Minden jól ment James-el? Persze. Ő olyan... nem tudom, mi van velem. Elképesztő. Olyan jól kijövök vele, és... ó, nem is tudom, nagyokat nevettünk, ugyanazok a dolgok tetszenek. Még soha nem jártam senkivel, aki ilyen lett volna, ilyen komoly, és... állandóan mosolygok, ha vele vagyok. Úgy tűnik akkor is, amikor nem. Tudom, butaság, bocsánat, de... hogy? Nem, egyáltalán nem butaság, Lindsay. Inkább az emberek azzal töltik az életüket, hogy keresnek valakit, akivel ugyanazt érzik, amit te érzel. Amikor megtalálják, az valódi varázslat. Hidd el.
Megígértem Jamesnek, hogy nem teszem köszíré, de nem bírom ki. Michael szól Jamesnek, hogy pár nap múlva elutaznak egy több ezer mérföldre lévő hotelbe. De az a helyzet, hogy James maradni szeretne? Oh, nagyszerű. Grace, jól vagy? Igen, jól, csak eszembe jutott valami. Pompás lenne, ha James maradna. Persze, az lenne. Oké, jobb lesz, ha most neki látok a számláknak. Persze. Segítsek! Téged mi szél hozott ide? Azt hittem, a megnyitót szervezed. Jól vagy? Igen, jól. Csak bejöttem köszönni. Komoly summába lefogadom, hogy nem azért jöttél be munkaidőben, hogy köszönj nekem. Jól sejtem, ugye? Szívem, látom rajtad, hogy zavar valami. De nem látok a fejedben. Nem, valami nem stimmel velem, és nem értem, mi az. A munka miatt? Nem is gondoltam. Ülj le. Én nem tudom, mit tegyek. Már nem tudom, mit kéne éreznem. Lehetne egy kicsit részletesebben? Jól van. Ó, Philip. Philip mellett az élet nyugodt és boldog. Többségében, mármint tudom, hogy minden szombat este elmegyünk moziba, és hogy keddenként kínai teszünk. És az elmúlt néhány év során ez mind jó volt, és könnyű. De nem volt benne semmi tűzijáték. És a villámok sem csapkodtak vadul. Nos, nem igen tudlak követni. Az elmúlt pár hét Michael, anya... Megint kislány lett belőlem. Annyira izgatott leszek, amikor tudom, hogy fel fog hívni, és alig várom, hogy beszélhessek vele. Philippel semmiért nem érzek. És nem tudom, mit kéne tenni. Tudod, ahogy leírtad a kapcsolatot Philippel, az nem rossz dolog. Hátrálj egy kicsit, és gondolkodj el alaposan, hogy mit akarsz tenni. Jaj, kicsim. Grace már megérkezett? Nem, még nincs itt, de Lindsay szerint ma az irodában kell maradnia. Megkérdeztem helyetted. Szóval akkor eszében sincs mondani nekem valamit. Nem úgy néz ki. Ja, a központból hívtak miattad, mire közöltem, hogy röhelyesen felelőtlen vagy, éretlen, folyton elkésel, és rémes veled dolgozni. Hallottam, hogy melegen ajánlottál. Na jó, hát mondtam egy-két kedves dolgot is. Egy-kettőt? Állandó állást ajánlottak a hotelben, és én el akarom fogadni. Nos, hát ez igazán remek. Kösz, nagyon izgulok. Szerintem nem okozol csalódást. Remélem, jó döntést hozok. Nem ment el az eszem? Ide költözöm, ismeretlen városba egy lány miatt, akit alig ismerek. James, szeretném, ha most jól megjegyeznéd, amit mondok. Ha úgy véled, hogy szerelmes leszel, vagy már is magával ragadott a szerelem, akkor jól döntesz. Ilyen nem történik minden nap, ez egy nagyon ritka alkalom. És nagyon okos vagy, ha a szívedre hallgatsz. Ez jó tanács. De megjegyzem, hogy rád ugyanígy vonatkozik. Nem. Nem úgy már. Sokkal nehezebb a szívre hallgatni, ha az ember ennyi idős, ha elmegy a szekér. Biztos. És mivel többé nem vagy a felettesem, bátran kimondhatom, hogy még, hogy sose hallottam ilyen marhaságot.
Marhaságot? Igen, úgy bizony. Marhaság, értem. Tudod mit? A marha, igen, az te vagy. Te mit művelsz? Igen, így van, te vagy az. Még jó, hogy nem találtál el. Lindsay, be tudnál jönni, ha lesz egy percet? Persze, már megyek is. Szia! Mit szeretnél? Szervezd meg a Highford Hotel bejárását. Már is, mikorra? Mindegy, amikor neked megfelelő, ezt te csinálod. Mármint veled? Nem, helyettem. De nem téged várnak ott? Mármint esetleg Michael... Mindent összevetve úgy gondolom, hogy képes vagy rá. És más dolgot is el kell intézned. Menni fog, Lindsay? Hogyne? Már is elintézem. Grace, nincs semmi... Jól vagy? Persze. Köszönöm, Lindsay. Szia, Michael, elfelejtettem szólni, hogy ma babaváró tanfolyamon vagyunk. Hát ez bájos. Hagytam a csodát a frigóban, és talán, mert nagyon rendes vagyok, és nagyon terhes, leszel szíves kipakolni a mosókonyából a kirakodáshoz. Michael cuccai. Biztosra vettem, hogy mind kidobta. Van benne elem. Ez az. Isteni. Philip rendes, kedves, nagy lelkű férfi. Ó, hogy jut eszébe Grace-nek elhagyni valakiért, akivel 20 éven át nem is állt kapcsolatban? Valóban azt akarod, hogy válaszoljak? Mert a szerelem ellen nem használ semmi, ahogy ezt nagyon is jól tudod. Ugorj kicsit vissza az időben. A te szüleid sem voltak oda a választottadért, de a végén jól sült el. Okos lányt neveltél, Mary Anderson, és Grace helyesen cselekszik, de a saját érdekében. Ó, én is éppen ettől tartok. Még most se késő. De igen, az ezzel már figyelj elkéstem. Figyelj figyelj! Tudom, hogy félsz Grace tudtára adni, milyen mély érzelmek kötnek hozzá, de ha pontosan azt mondanád neki, amit nekem akkor mondtál, mi akkor lenne? Talán... Valaki mással jár. Nem képzelhetem, hogy csak mert hirtelen felbukkanok a városban, Grace nyomban rájön, hogy még mindig engem szeret. És nem remélhetem, hogy azt érzi, amit én, és nem várhatom el, hogy új életet kezdjen. Miattam egy olyan kapcsolat alapján, ami évekkel ezelőtt volt, kamaszkorunkban, amikor még gyerekek voltunk. Michael, te a bátyám vagy. Szóval tudom, hogy igazat fogok mondani. Te okos ember vagy. És egy okos ember nem hagyja a faképnél élete nagy szerelmét. Kétszer. Áruld el neki, mit érzel. Gondoltad volna, hogy még több is van a raktárban? Bocsánat, Philip, mit mondtál? Semmit. Jól vagy? Elég zavartnak tűnsz. A hotel miatt. Azon merengtem, hogy
mit kell tennem, listák kavarognak a fejemben, de igazad van, bocsánat, nem figyeltem. Semmi baj, Grace, tudom, hogy nagy a nyomás rajtad, és megértelek. Köszönöm a türelmet és a megértést. Hát, fejezd ki a háládat este. Ha végeztünk, elviszlek vacsorázni. Azt hiszem, ez igazán jó ötlet, Philip, és szívesen megyek. Pompás. Átviszem ezt a dobozt a mamádékhoz. Mindent előre megtervezett, és tudom, hogy milyen a mamád. Igen, ne borítsd fel a terveit. Grace, kihozod a többi dobozt? Igen, anya, hozom. Rögtön. Szia. Szia. Mostanában nem túl sokat beszélünk. Tudod, annyira lefoglalt a munka, a közeljövőben lesz egy másik megrendelésem, és de Lindsay megoldja a bejárást és az összes gondot, ami felmerülhet. Nem tart soká, én csak szeretnék mondani valamit. Oké, na, hol is kezdjem? Szia, Michael, jó látni téged. Magát is. Grace, ki kell hoznod a dobozokat. Ne dönts romba a terveimet. És Michael nyilván megérti, hogy most a jótékonyság a fő. Szívesen segítek. Ó, nem kell, Bill megoldja. Ő tudja, melyik kell nekem. Anya, kihozom őket. Köszi. Jól van. Most nem alkalmas. Nem úgy fest. Lehet meg később? Igen, persze. Oké, ez lenne? Igen, ez az utolsó. Remek. Ez az. Jól vagy? Persze. Mert anyád azt mondta, hogy gondjaid vannak. Anya, persze. Nos, sosem volt szokásom, hogy tanácsokat adjak, igaz? Nem, mintha nem szeretnélek, csak ez inkább anyád előjoga volt. Igen, tudom, apu. Jól vagyok. Köszi. Scott, szívem, kinyitnád az ajtót? Igen. Mondd meg Philipnek, hogy már is megyek. Oké. Hé, szóltál Philipnek, hogy már is jövök? Nem. Miért? Mert nem ő az. Michael, szia! Hű, te aztán nagyon csinos vagy. Ó, köszönöm. Ez nem a legjobb időpont, én éppen Philipet vártam, és lehetne holnap? Hát tudod, ez nem tart sokáig, én csak gondoltam, beugrok, hogy elmondjam azt, hogy én csak benéztem, hogy elbúcsúzzak. Én sajnálom, de azt hittem, még van pár napod. Arra kérsz, hogy maradjak? Nem, Michael. Én... Hello, Michael! Hello. Nagyon örülök. Én is örülök, Philip. Nagyon komoly dolgokról beszéltek. Minden oké a hotelben? Nem, persze. Semmi baj. Nézd, Michael, Grace meg én vacsorázni indulunk. Van kedved csatlakozni hozzánk? Nem. Köszönöm, nagyon kedves tőled, de tegyük át máskorra. Ó, és igen, minél előbb a másik építkezésen kéne lennem, szóval jobb, ha indulok. Hogyha a közös munka, amit itt csináltatok, jelent valamit, akkor nem csoda, hogy így várnak. Csak az a kár, hogy... Grace nem segíthet az átalakításban. Nagy kár. Nagyszerű volt, igen. Ott minden őt dicséri. Philip, nagyon örültem. Én is. És még egyszer, Grace. Köszönet. Mindenért.
Hozom a kabátomat. Szabadat se hallani. Hm? Ó, ne haragudj, Filip. Azt hiszem, az utóbbi pár hét kissé megviselt. De biztos, hogy egy jó alvás majd rendbe tesz. Abban nem vagyok biztos. Miben nem vagy biztos? Nem biztos, hogy az alvás megoldja a gondjaidat. Többről van itt szó. Ah, Filip, nekem az... Figyelj rám egy kicsit, Grace. Én kedvellek. Tényleg. Úgy értem, minden szombat este együtt mozizunk, és kedden elhozzuk a kínait, szóval, ha belegondolsz, valójában barátok vagyunk. És nem azt mondom, hogy ez rossz dolog, mert nem az, csak én mindig reméltem, hogy több is lehet belőle. Jaj, Filip, semmi sincs köztem és Michael közt. Úgy értem, igen, 20 éve volt, de annak már rég vége. Szerintem igenis van, Grace. És nem szeretném, ha rosszul éreznéd magad. Az ember kibejárkál mások életébe. Csak szerintem ideje, hogy ezentúl csak barátok legyünk. Ezt akarod? Grace, te nem úgy nézel rám, ahogy Michaelre nézel. Ha látnád, amit én látok, mikor ti ketten egy szobában vagytok, az mintha más nem létezne. Köszönöm, Filip. Légy boldog, Grace. Hello, most rendeztem be az új irodámat. Hivatalosan csak holnaptól kezdek. Ó, értem, hadd gratuláljak. Kösz. Lindsay mondta, és nagyon boldog. Már ketten vagyunk. Valójában Michaelt keresem, beszélnem kell vele. Michael már elment, Grace. Tegnap lezárta a folyó ügyeket, és felszállt az első gépre. Mondjak neki valamit, ha felhív. Nem. Semmi gond, ez nem is lett volna olyan fontos. Kösz. 20 éve is ugyanezt tettem. Talán ha felhívott Filipet, és elmondott, hogy érzed Filipről magad. Filipről van szó. Ez most Michaelről szól. Oh, Grace, sejtelmem sincs, miről beszélsz. Nem Filip szakított veled tegnap? De igen. De én semmit sem tettem ellene, mert neki igaza volt. Igaza volt abban, hogy szerelmes vagyok Michaelbe. És ez mindig is így volt. Ó, tudom, hogy nem kedveled, hogy sosem voltál odaérte. Ne, állj meg! Semmi bajom sincs Michael-lel, és soha nem volt. Csak azzal volt gondom, hogy milyen szoros kapcsolat volt köztetek. Túl fiatalok voltatok még az ilyesmihez. Ami a jelent illeti. Nos, egészen tegnap estig más volt a választottad. És nem kéne elhamarkodott döntést hoznod. Már nincs jelentősége. Reggel oda mentem, hogy beszéljek vele, de már elutazott. Ó, nos, tudom, hogy te nem gondolnál ilyet róla, de lehet, hogy ez csak kellemes időtöltés volt. Anya, megkérdezte, akarom-e, hogy itt maradjon, és én nem válaszoltam. 20 éve ő nem akart visszatartani, és 20 évvel később én nem tartottam vissza őt. Nos, gondoltál rá, hogy felhívod? Nem, ha akarna, valamit hívott volna. És ha itt akar maradni, nem utazik el. Grace, van róla fogalmad, miket hordasz itt össze? Tudom, hogy ostobaságnak tűnik, hogy ennyi év után együtt lehetnék, de... szerettem őt. Igazán. És most már késő. Dehogy. Sosincs túl késő, ha szerelemről van szó. Soha.
Nem jössz lefeküdni? Ó, egy pillanat. Csak még elintézek valamit. Nem szeretem, mikor ilyen csöndes vagy, Mary Anderson. Azt jelenti, hogy készülsz valamire. Jaj, Billy, egy perc és megyek. Most menj, sipirc. Hello, Michael-t hívta, hagyjon üzenetet. Michael, Mary vagyok, Grace anyja. Kinéztem a számot Grace mobiljából, nem mintha ő tudná, hogy felhívlak. Hihetetlen, hogy ezt mondom ennyi év után, de tudnod kell, hogy 20 éve Grace csak is téged szeretett, és még ma is csak téged szeret. Mary, miben sántikálsz? Érted? Ennyi a lényeg. Tájékoztattalak, innentől már azt csinálsz, amit akarsz. Szia! Ó, kikészültem, micsoda nap! Lindsay, hívtak már a szerdai találkozó miatt? Igen, a szerda oké, de mielőtt elkezdenél töprengeni rajta, valaki mással kéne beszélned. Miről beszélsz? Az irodában van. Jól van. Michael? Szia. Eltelt azóta 20 év, hogy találkoztam veled, és sose voltak ilyen erős érzelmeim senki iránt, akit ismertem. És tudom, hogy jó sok idő eltelt, de itt és most bátran kimerem jelenteni, hogy még mindig ugyanúgy érzek irántad. Egész életemben csak arra vártam, hogy találjak egy hozzád hasonlót. És most itt vagy. Megint. És nincs más vágyam, mint hogy veled éljem az életemet, Grace Anderson. Mindennél jobban szeretlek. Mindig így volt. És mindig így lesz. Volna kedved engem azzal boldoggá tenni, hogy hozzám jössz? Igen, Mike, igen. Persze, hogy hozzád megyek. Az ifjúkori lángolásnak állítólag semmi esélye felnőtt korban. Sokat merengtem az évek során, mi történhetett volna, ha... Az jut eszembe, hogy... Hogy van olyan időszak, amikor a múlt és a jelen összeütközik. Azóta egy nap sem telt el anélkül. Hogy ne néztünk volna egymásra mosolyogva. Mert most már tudjuk. Hogy mi történik, ha a múlt és a jelen összeütközik. A szinkront az SDI Media Hungary készítette.